A Szabadhegyi Radóiskola az októberi szikrázó napsütésben. Az intézmény három épületben működik, amiből kettőnek már korábban el is kezdődött a teljes energetikai korszerűsítése. Kara Ákos, a fejlesztés kezdeményezője csütörtökön jó hírről számolt be a Győr Plusznak. Jó hírt tudok mondani a győriek számára, a Győr környékén élők számára, hiszen a kormányzati döntések után megszülettek szükséges kormányzati döntések, és azt tudom bejelenteni, hogy a Radóiskolának a harmadik épületét is meg tudjuk újítani, fel tudjuk újítani. Ez is egy energetikai korszerűsítés lesz. Én szerintem a mai világban most már mindenkinek teljesen világossá vált, hogy felértékelődnek az energiakorszerűsítési felújítások, munkák, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy esztétikusabbak lesznek az épületek, nem csak arról van szó, hogy jobb ezekre a helyekre bemenni, jobb ott dolgozni, jobb ott lenni, hanem a legfontosabb az az, hogy nagyon sokat lehet vele spórolni. És ugye a világban, Európában mindenütt elszabadultak az energiaárak, létkérdés, a jövő szempontjából létkérdés, hogy csökkenteni tudjuk az energiaköltségeket. Az intézményben kiváló szakmai munka zajlik, amit a képviselő is nagyra becsül. Ezért is fontos az energetikai felújítás, hiszen a mostani időkben felértékelődött az energiahatékonyság kérdése itt Győrben is. A Radóiskola az egy nagyszerű és fantasztikus szakmai közösség, egy fantasztikus módszertani hely, illetve egy fantasztikus iskola. Egy nagyon-nagyon értékes szakmai munka folyik, nagyon sok szülőnek szüksége van rá, hogy egy ilyen óvó-védő környezetbe tudja a gyermekének a fejlődését tudni, és amellett, hogy minden elismerésemet szeretném kifejezni a iskola dolgozóinak, iskola szakembereinek a munkájáért, most azzal a jó hírrel tudok jönni, hogy a mai napon úgynevezett munkaterület átadás van. Ez még nem azt jelenti, hogy holnaptól munkavégzés lesz, de az azt jelenti, hogy most már tudják ütemezni a harmadik épületben is a munkákat. Tehát lesz tájékoztatás a szülőknek kellő időben, hogy hogyan és milyen menetrendben lesz itt a harmadik épületben is a felújítás. A Radó harmadik épületének felújítására mintegy 250 millió forint áll rendelkezésre, ebből gyakorlatilag teljes energetikai felújításon esik át a ház. Az energiakorszerűsítés annyit jelent, hogy az elavult fűtés korszerűsítésre kerül, szigetelést kap az épület, fognak energiakorszerűsítési munkákat végezni a tetőn is, úgyhogy összességében megújul az épület, és összességében sokkal olcsóbbá válik az üzemeltetése. A hivatalos munkaterület átadás csütörtökön volt, az épület energetikai korszerűsítése pedig a tervek szerint 2023 nyarára készül el.